Volodymyr Zelenszky elnök megbeszélést tartott az elnöki hivatal és a kormány gazdasági képviselőivel. A résztvevők megvitatták az ország finanszírozási forrásait, a várható adóbevétel és a nemzetközi partnerek által folyósított támogatások összegét. Egyeztettek az áprilisra tervezett egyszerűsített adózási rendszerre való átállás bevezetésének kérdéséről. A találkozón felvetődött a mezőgazdászok üzemanyag ellátása és a hajtóanyag importjának annak diverzifikálása, valamint Ukrajna energetikai infrastruktúrájának védelme az orosz hadsereg bombázásaival szemben, közölte az ukrán elnöki hivatal sajtószolgálata. Denis Mihály miniszterelnök kijelentette, a háború után azonnal hozzá kezdenek a lerombolt városok újjáépítéséhez. Elmondása szerint az ország fellendüléséhez szükséges legfőbb pénzügyi források közé tartozik, Oroszország lefoglalt vagyona, a külföldi segélyek az erre a célra létrehozott újjáépítési alap és az állami költségvetés.